jelentkezik Gaga István Levente, Magyar Szocialista Párt. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt ház. Itt az idő. Itt az idő, képviselő társaim, hogy mentsük meg az egészségügyi kormányprogramot. Igen, mentsük meg azt a kell kifejezéstől hemzsegő, de hogyan, mikor, miből nélküli betegségben szenvedő kívánsághalmazt, mely visszamutogatva számos durva csúsztatást megtestesítő adatot tartalmaz, míg a jövőt illetően egyetlen számon kérhető, nevesíthető konkrétumot sem. Még egy szerény 400%-os egészségügyi béremelés sem látok benne. Megtudjuk, hogy a szükségletekhez kell rendelni a kapacitásokat, az ellátási kapacitásokhoz pedig elegendő forrást kell biztosítani. Ez tökéletes, oké. Okay. A következő oldalon viszont már pont fordítva, a szükségleteket kell összhangba hozni a kapacitásokkal és a finanszírozással. Ez már némi fogalom és képzavar, mert ugye jelentetni azt is, hogy a vakbélgyulladások számát hát arányosítani kell a rendelkezésre álló szikék számával, remélem nem így van. Végképp nem igaz például az a kitétel sem, hogy a szocialista kormány elmulasztotta a járóbeteg ellátás fejlesztését. 31 milliárd forint uniós forrásból 23 kistérségben épül új rendelőintézet, például a kiskunmajsai műszaki átadása már meg is történt. Míg további 24,6 milliárd forintból 33 jelenleg is működő járóbeteg ellátó központ fejlesztése valósulhat meg. Én csak azt kívánom önöknek, hogy így tovább tartsák ezt a tempót. Csak megemlítem, hogy 8 pólus intézmény, klinika és súlyponti kórház rekonstrukciója történik meg az elkövetkezendő 2 évben 85,2 milliárd forintból, míg a kórházak sürgősségi egységei 20 milliárd forint uniós forrásból fejlődhetnek. Durva csúsztatás, az egészségbiztosítási alapból való több százmilliárdos forráskivonás állandó emlegetése is olyan formán, ugyanis alapvetően a korhatár alatti rokkantsági nyugdíja 274 milliárdos átcsoportosítása történt meg 2006-ban a nyugdíjbiztosítási alapba. Jó lett volna ezt legalább egyszer hallani a másik oldal szakemberei részéről. Az viszont kétségtelen, hogy a Medgyessy kormány első intézkedései között szerepelt 2002-ben, a Fidesz kormány által 153 milliárd forintra alul tervezett gyógyszerkassa, már pedig akkor kérem tisztelettel semmiféle világválság és pénzügyi válság nem volt, 209 milliárd forintra való kiegészítése. Egyetértek azzal egyébként, hogy az új kormánynak javítani kell a családorvosi praxisok finanszírozását, de ha ez csak úgy megy, mint hogy le van írva, megőrzi annak reálértékét idézőjelbetéve, hát akkor bizony nem haladtunk előre semmit. Szemléltető adatként azért megemlítem, hogy 2002-ben a házi orvosi kassa előirányzat 43,6 milliárd forint volt, míg 2010-ben 77,9 milliárd, ami 78,5%-os plusz, mely idő alatt az infláció halmozott mértéke a KSH adatai szerint 43,7% volt, még hogyha az egészségügyi inflációt figyelembe veszük, akkor is van egy előrelépés, tehát nem csak reálérték megőrzéséről volt szó, hanem némi fejlesztésről is. A kormányprogramból nem derül ki az sem, hogy mit takar a beteg és szolgáltató barát társadalom biztosítási rendszer. Majd megtudjuk, mint hogy arról sem esik egy konkrét szó, hogy a különböző egészségügyi ellátó kapacitások, ellátási szintek, intézmények sugalmazott átrendezése hogyan érinti majd a tulajdonos önkormányzatok döntési kompetenciáját, finanszírozási terheit, és hogyan sértheti, remélem ez nem fog megtörténni, az egészségügyi dolgozók érdekeit. Azt sem tudjuk meg, a mi mennyi társasjátékban, hogy idézem, orvosainknak és szakdolgozóinknak megfelelő társadalmi és anyagi megbecsülésre van szükségük. Egyetértek vele teljes mértékig, viszont jó volna tudni, hogy mennyi is az a megfelelő. Miből, mikor, hogyan? Azzal is csak egyet lehet érteni, azzal a kitétellel, szintén idézem, fontos, hogy az egészségügyi finanszírozás a jelenleginél egyszerűbb, kiszámítható, évekre előre tervezhető legyen. 100%-ig egyetértek vele. Jó lett volna viszont, ha a következő mondatokból azt is megtudni, hogy ez hogy fog megtörténni, miként, hogyan, miből, mikorra. De mivel nincsen szocialista vakbélgyulladás és fideszes epekövesség, ha a betegek gyógyulását és az egészségügyi dolgozók boldogulását biztosító konkrét kormányzati elképzeléseket látunk, azt bizonyára támogatni fogjuk. Köszönöm szépen!